Örömteli pillanatok a nyíregyházi gyermekosztályon. A Most Élsz Egyesület ezt a speciális ágyat adományozta a Józsa András Tagkórháznak. A nagyértékű felajánlás az osztály intenzív részlegére kerül. Ez az adomány egy speciális gyerekintenzív ágy, és ennek az ágynak abban van a jelentősége, hogy ez nem csak egy mechanikus ágy, hanem miután olyan elektronikai rendszerrel ellátott, ez a beteg kényelmi szempontjából, a beteg ellátási szempontból nagyon fontos. Ugye az ágyban nem csak fekszenek, hanem ezeket a betegeket különböző beavatkozásokat is végeznek, és sokkal könnyebb a mozgatásuk, a megközelíthetőségük ezekben az ágyakban a betegeknek, mint egy átlagos kórtermi ágy vonatkozásában. A Most Élsz Egyesület az Autizmus Világnapja alkalmából április 2-án szervezett jótékonysági sétát és futást a Sóstói erdőben. A nyíregyházi civil szervezet ezzel az eseménnyel dr. Endrefi Ildikó, a gyermekosztály egykori laborvezető orvosbiológusa emléke előtt is tisztelgett. Endre Fillikó itt élt és működött, alkotott Nyíregyházán, mintegy 35 évig keresztül szolgálta a nyíregyházi kórházat és ezáltal a beteg gyerekeket. Hiperaktivitásban, ADHD-ban, autizmusban küszködő gyerekek anyagcsere hátterét kutatta, és ebben rendkívül nagy segítséget tudott adni mind a szülők, mind a gyerekek számára. Mi Ildikónak szeretnénk ebben a nappal tisztelegni, illetve az itt befolyt adományból, ami 208.500 forint volt, ezt az Egyesületünk a saját forrásaiból megpótolta, és így sikerült ezt a szubintenzív ágyat megvásárolnunk, és mai napon a gyerekosztálynak adományozzuk. A Józsa András Tagkórház gyermekosztályának 8 ágyas intenzív részlegén ez a 4. ilyen ágy. Itt évente közel 300 fekvőbeteget kezelnek.